Köszöntöm nézőinket! Önök a Csakzónát, a Család és Karrier.hu műsorát látják a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Ez a műsor többek között azért jött létre, hogy meghívott vendégeimmel együtt próbáljunk önöknek segíteni ügyes-bagyos dolgaikban. A mai beszélgetés egy kicsikét különleges lesz, hiszen az lenne a szerencsés, hogy a beszélgetésünk nyomán nem lenne szükség a vendégem közreműködésére. De ha baj van, akkor mégis úgy gondolom, hogy nagy szükség van rá. Vendégem dr. Horváth Lőrinc, jogász, mediátor. Szia, köszöntelek a stúdióban. Üdvözöllek, köszöntöm a nézőket. Minden nap életbe tegeződünk, évtizedek óta, így gondolom akkor így evidens, hogy a műsoron belül is ezt így fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Azt mondtam itt a bevezetőben, hogy az lenne a szerencsés, hogyha most olyan információkat tudnánk adni a te segítségeddel, hogy aztán később ne legyen szükség a segítségedre. De ezt majd ki fogjuk bontani, mert mi mindig jobb, hogyha hozzád jutnak el, és nem rajtad túl, és a tevékenységeden túl. Nemrégében egy cikket olvastam arról, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a házasság intézménye, de emellett a válások száma is nagyon-nagyon magas. Nagyon sokat változott a házasságkötések időpontja, mennyi idősen teszik ezt meg. Nagyon sokat változott, hogy a válások, a szétválások időszaka hogy kerül be, hogy sérülnek esetleg a családok, a felek és legfőképpen a gyermekek. A hírek szerint és a cikk tanulsága szerint, amiből készült a mai napra, még az is kiderült, hogy a hölgyek egyre erősebbek, hiszen a munkai elfoglaltságukban is erősek, és ezt megpróbálják hazavinni, hogy egyre sérülékenyebbek a férfiak egy-egy válás után, miközben azt gondolná az ember, hogy a hölgyek a védtelenebbek, de erre majd minden bizonnyal kitérünk. Mediáció. Igaz, hogy az előző mondatokban kihegyeztem a mondani valómat a házasságokra, de március óta úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a tevékenység, amit te végzel, illetve munkatársaid végeznek. Hiszen azzal, hogy bezárkóztunk, az együttélésnek olyan szabályai léptek elő, iratlan és írott szabályai, amelyekkel idáig nem kellett foglalkoznunk. Én az elmúlt 62 évemben nem emlékszem rá, hogy ilyen mértékben össze lett volna zárva az emberiség, vagy éppen az én családom. Gyerekek nem tudtak iskolába menni, gyerekek nem találkoztak a barátaikkal, mi a munkahelyünkre nem tudtunk bemenni. Nehéz volt. Különösen mindazoknak, akik, és itt egy nagyvárosban vagyunk, amelynek van egy panel rengetege is, akik fizikálisan is össze voltak zárva. Szóval, hogy viseljük mindezt? Igen, valóban a járvány következményei az erősen megmutatkoztak a párkapcsolatokba is. Szóval nagyrészt két részre tudnám osztani. Azok az emberek, akiknek a párkapcsolata mondjuk azért volt bajban, mert kevés idő jutott egymásra, azok kifejezetten jól élték meg ezt az időszakot, és lehet mondani, hogy előrébb tudtak lépni a párkapcsolatokat illetően. Akiknek viszont probléma volt eleve, és mondjuk munkaterápiával, egyéb dolgokkal próbálták ezt ellensúlyozni, minél kevesebb időt töltsenek a párjukkal, hát azok bizony rosszul jöttek ki ebből a történetből, mert többen jutottak el oda, hogy fel kellett ismerni, hogy nem tudják tovább folytatni a kapcsolatukat, házasságukat, és tulajdonképpen válásra került sor. Ugye a magyar embernek a humorérzéke az nagyon jól ismert, és amikor itt a bezártság volt, akkor április környéken elterjedt, hogyha ez így folytatódik, akkor néhány hónap múlva két olyan réteg lesz Magyarországon, aki nagyon jól fog élni, a szülésznőgyógyászok, illetve a vállóperes ügyvédek. Ezek szerint ez nem volt ennyire vicces ez a megállapítás? Hát viccesnek szántam, nagyon sok ember, én is hallottam róla, de lett igazságtartalma a dolognak, ennek a kijelentésnek, mert valóban a két véglet fele csoportosult a társadalom. Akkor, amikor a te munkádról beszélünk, a mediációról, és az előbb is említettem, hogy kicsit kihegyeztem, és a beszélgetésünk nagy része nyilván a családon belüli problémákról fog szólni, akkor azért a meditációnak több ágát is meg kell említenünk, hogy szóba került, tehát van munkahelyi konfliktus, amely mediációt kívánna, és ez is jellemző, hiszen sokan elvesztették a munkahelyüket, vagy más jellegű munkavégzéssel lettek károsztatva. Ugyanúgy a fiatalok, tehát a generáció között, szülők és gyerekek között is fölléphet egy valós és vélt ellentét. Szóval milyen témákban van szerepe a mediátornak? És igazából, ha
egy mondatba akarom összefoglalni, akkor azt lehet mondani, hogy ott, ahol emberek között konfliktus alakul ki, és az érintettek meg szeretnék ugyanoldani ezt a problémát, megoldani a konfliktust, de önerőből nem megy nekik. Itt jön igazából a mediátor szerepe. Tud számukra egy olyan moderált környezetet biztosítani, egy olyan folyamatot elővezetni, ami hozzásegíti a feleket, hogy tulajdonképpen ők saját erőforrásaikat használva megoldják a dolgot. Akkor, amikor itt az elmúlt néhány hónapról beszélünk, akkor tudnál-e nekem tapasztalatból segíteni, hogy az említettek közül melyik az, amelyik előtérbe került? Hát sajnos nálam inkább a válások csapódtak le, tehát ez az oldala jelent meg. Hát volt olyan hét, hogy egy hét alatt három pár jött hozzám, és mindhárman sajnos válási mediációval. Én alapvetően párkapcsolat és házasság megőrzési szemléletű vagyok. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a kapcsolatokat meg lehessen menteni. Viszont van az a pont, amikor tényleg a felek is belátják azt, hogy akkor tudnak talán többet használni egymásnak, hogyha más irányba folytatják az életüket. Hát nálam jelentkezőknél tulajdonképpen végérvényes döntéssel álltunk szembe, és maradt is ez az irány, tehát elváltak. Itt az elmúlt hónapokról beszéltünk. Látod-e ennek a tapasztalata alapján, hogy a március óta fönnálló helyzet visszatükröződik? Ugye a válások jó része a kapcsolatok megromlása klasszikus okok mellett, mint esetleg egy félrelépés, megcsalás kívül pénzügyi nehézségek egyre gyakrabban, illetve tulajdonképpen a kommunikációnak a hiánya, amikor magába fojtja valaki akár a munkahelyi gondját, akár a családon belül pénzügyi gondját, sokkal jobban előtérbe helyeződött, ha jó a sejtésem. Tehát itt az elmúlt hónapok tapasztalat alapján lemondhatjuk, hogy sokat rontott a helyzeten bezártságunk? Olyan tényezőket soroltál föl, amik valóban a konfliktusnak a hátterében általában meghúzódnak. Itt azért nagy különbséget tennék férfiak és nők között, már olyan értelemben, hogy azért a párosokban jellemzően a nők azok, akik sokkal inkább ki tudják fejezni a belső érzéseiket, és ez egy kapcsolatban rendkívül fontos. Ahogy mondtad, a férfiak inkább befele fordulóak, és elfojtják az érzéseket. Ha ezek felszínre tudnak jönni egy kapcsolatba, akkor sokkal könnyebben vészelik át egyébként ezeket a krízis helyzeteket is, hiszen meg tudnak osztozni abba a teherbe, amit egy adott helyzet tesz rájuk. Viszont, hogyha a páros valamelyik tagjánál itt van egy deficit, és a másik nem ismeri fel, hogy tulajdonképpen mondjuk a mögött nem is egy szándékosság, hanem egy tudatalatti működés húzódik meg, akkor viszont nehéz helyzetbe tudnak kerülni bizony. Ugye itt a bevezetőben azt említettem, hogy azért szeretnénk tanácsot adni, hogy aztán ne kelljen tanácsot adni. De még mindig szerencsésebb, hogyha a mediátorhoz fordulnak a felek, a mediáció bármelyik formájában, legyen az munkahelyi probléma, vagy házasságon belüli probléma. Mert hogy nálad még azért van egy lehetőség, illetve a mediátornál van egy lehetőség, hiszen ezért mennek oda, hogy a felek nézőpontjai valahogyan megpróbáljanak egy mederbe terelődni, és nem rögtön a bíróság felé mennek. Viszont ahhoz, hogy valaki fölismerje ezt, ez egy nagyon nehéz lépés, úgy gondolom. Tartanak a mediátortól az emberek? Vagy mi a tapasztalatod? Tudnak róla, hogy ti léteztek, hogy te létezel? Kapnak-e tanácsot mondjuk egy vállóper beadásakor, bírósághoz történő beadásakor, hallanak arról, hogy van egy mediátori lehetőség, és tehát változik ez az irány, hogy ne rögtön a bírósághoz fussunk? Nagyon-nagyon lassú folyamat az, ahogy a mediátoroknak a működése egyre elterjedtebb. Még a tájékozottabb rétegek sem tudják isten igazából, hogy mit is jelent ez a fogalom, mit csinál egy mediátor, mibe tud segíteni. Azonban hát
jó, magam is arra törekszem, hogy itt a városban ismeretterjesztő jelleggel, akár cikkek írásával, a különböző fórumokat kihasználva népszerűsítsem ezt a lehetőséget, hiszen ha már konfliktus van, adott esetben válás van, azért azt tudni lehet, hogy van a konfliktusoknak az olyan rendezési módja, ami az emberséget helyezi előtérbe. Nem mondom azt, hogy a válófelek egy-egy mediáció után egymás nyakába borulnak, és szent lesz a béke, de egy valamit mindenféleképpen el lehet érni, hogy tisztelettel tekintsenek egymásra. Na most, ha megnézzük a válásoknak a jelentős része, olyan 15-20 év együtt töltött év után következik be, annyi tiszteletet, én úgy gondolom, mindenféleképpen érdemel az a másik fél, akitől éppen elvárunk, hogy legalább az emberségnek a minimumát megadjuk számára. Érdekes volt, amit mondtál, és utána néztem egy statisztikának, valójában megemelkedett a válás előtti együttélés ideje 14,6 év környékére, a 5 évvel ezelőtti 12 egész valamennyire. Tehát nagyon, nagyon, nagyon jelentős ennek az emelkedése. Nem tudom, hogy betudható-e annak, hogy később kötetnek meg a házasságok. Tehát a férfiak általában olyan 30 év körül vannak inkább, amikor nősülésre adják a fejüket, és a hölgyek is egyre magasabb korúak, amikor házasságra lépnek, hiszen mérlegre teszik azt, hogy az előmenetel, vagy a család az előmenetel, vagy a házasság az előmenetel, egy biztos háttér, és utána később esetleg a gyerek, ez nyilván befolyásolja. Ha mégis valaki eljut odáig, és nagyon reméljük, hogy sokan vannak ilyenek, hogy nem a bíróságra futok, hanem egy mediátor segítségét kérem, nevesül a tiédet, akkor mi a módszer? Bekopogtatnak, ide is beadnak egy válókeresetet, vagy egy valamiféle leíratot, együtt jelennek meg, két oldalról beérkezve, szóval mi ennek a praktikuma, hogy néz ki? Együtt tárgyalsz velük, külön tárgyalsz velük? Igen, hát tulajdonképpen weboldallal működök, Isten igazából talán ez a legjobb módja annak, hogy elérhető legyek, és ezt megtekintve az emberek már egyfajta tájékozottságot is tudnak szerezni. Ahogy említettem, önkéntes alapon működik a mediáció, tehát ahhoz, hogy ez működni tudjon, mind a két félnek az együtt akarására van igazából szükség. Amikor megkeresnek, akkor mindkét féllel külön-külön beszélgetéssel szoktam kezdeni magát. Tehát nem egyszerre mennek be a Nem egyszerre jönnek. Szakmailag változó. Valaki úgy ítéli meg, hogy talán az a követendőbb módszer, hogy már az első találkozáskor legyen ott mindkét fél. Az én tapasztalatom viszont azt mutatja, amit egyébként nagyon sok mediátor kollega alkalmaz, hogy jobban meg tudnak nyílni a felek, ugye, hiszen ott azért van egy... Hát ellenérdekelt a másik nyilván. Igen, és van egy konfliktus. Könnyebben tud beszélni a szükségleteiről, igényeiről, és ez a feszültség itt a bevezető beszélgetésben azért jelentős részbe lehúr róluk, és amikor túl vagyunk ezen a külön-külön beszélgetésen, és jön a mediációs ülés, ahol viszont már hárman vagyunk ott, sokkal könnyebben megy az, hogy azokról a kérdésekről tudjunk beszélni, amiről egyébként meg kell egyezni. Hogy érzed? Inkább a hölgyek indítják el ezt a folyamatot, vagy inkább az urak? Az én tapasztalatom a nálam lecsapódó ügyekből, én úgy gondolom, hogy még mindig az van, hogy inkább a hölgyek, tehát ők a kezdeményezőbbek, ők érnek el oda előbb talán, hogy ezt így nem lehet folytatni. De ettől függetlenül egyébként a férfiak ugyanúgy megkeresnek. A tapasztalat az, és már említett cikkben is ezt olvastam, hogy a férfiak sokkal jobban tartanak valamit megszüntetésétől, a válástól, mert hogy nehezen indulnának egy újabb a hölgyek, mintha egy kicsit bátrabbak lennének, jobban bíznának önmagukba egy újraindításba. Lehet, hogy ez is itt azt jelzi vissza, amit mondtál, hogy a hölgyek inkább akik elindítják. Tehát jobban bíznak a jövőbe, és ki akarnak szállni ebből, és már a jövőbe tekintenek? Ezt nem feltétlenül érzem egyébként, tehát a jövőképet illetően
Ugye, nyilván a válás attól függ, hogy milyen szakaszába éri utol a páros, mert voltak olyanok, akik már tényleg csak formálisan voltak együtt, érzelmek nem nagyon voltak jelen a kapcsolatban. Náluk az, hogy a jövőjüket alakítsák férfinél, nőnél egyaránt könnyedén ment tulajdonképpen. Ott viszont, ahol mondjuk egy megcsalás a lavina elindítója, ott azért a megcsalt fél az nála inkább jelentkezik az, hogy sötétnek látja a jövőt, nehezen nem is tudja elképzelni adott pillanatban. Ez valamiféle megszégyenítettséget visz magával tulajdonképpen? Ugye nyilván az érzelmek irányítanak mindent, bár látszólag nagyon objektív módon működik a világ, de azért levezethető, hogy ott az érzelmek azok, amik meghatározóak. Itt is így van ez. Tehát ha valaki jól meg tudja élni az érzéseit, érzelmeit, az sokkal jobban fog tudni működni és alkalmazkodni ezekhez a krízis helyzetekhez. A jellemző okokat meg lehet határozni? Hát egy-kettőt már érintettél. Nagyon sokszor, megcsalás a hagyományos. Igen, nagyon sokszor nem is a érzelmi eltávolodás, hanem inkább ilyen kis apró nüansznyi dolgokon szokott elindulni maga a folyamat. Viszont, és ezért szoktam mondani a válási mediációkra érkezőknek, hogy jobban örültem volna, ha 2 évvel ezelőtt egy párkapcsolati mediációra jönnek, mert nagyon szépen lehet kezelni, de ez nagyon fontos, hogy még megfelelő időpontba csípjük el úgymond ezeket a nehézségeket. Az egyik és alapvető a kommunikáció. Ennek vagy a hiánya, vagy a nem megfelelő volt. Tehát igazából nem tudnak a felek kellő információt a másikról. És ez, amikor saját maguk gyártják le tulajdonképpen a lehetséges verziókat, hogy vajon miért viselkedik úgy a másik, akkor az elég tévútra szokta vinni őket, és ebből el tud indulni egy olyan, hogy engem nem vesz komolyan, szóra sem élt a stb., és ez bizony okoz problémát. Nem ritka az sem, ugye, amikor a gyermek érkezik a családba, az nagyon örvendetes esemény. Viszont ilyenkor egy fokozott megterhelés is jelent ez a párok számára. És ilyenkor szokott előfordulni az, hogy például a férj a korábbihoz képest nem kapja meg azt a figyelmet, amit a gyerek érkezése előtt megkapott. Tulajdonképpen az anyának a jelentős, az idejének jelentős részét a gyerekkel való foglalkozás teszi ki, a férjével való foglalkozás pedig úgymond elsikkad. Ez is el tudja juttatni a feleket oda, hogy komoly krízisbe és válsághelyzetbe kerüljenek. Egyre gyakoribb, hogy házasságkötésnél szerződést írnak anyagi háttérrel. Ez ugye azt is jelzi, hogy előre gondolkodnak egy kicsit azon, bármennyire csúnyán hangzik el, hogy mi történik, ha. És akkor egy jelentős bevitt vagyon, vagy egy jelentős vagyon osztásra gyakorlatilag tönkre tud tenni egyik vagy másik felet. Növekszik ennek is a száma jellemző, hogy ez a bizonyos hozott anyagi, vagy éppen időközben megszerzett anyagi különbség jelent problémát a házasságban? Nálam megjelenő kliensekből nehezen tudok erre válaszolni, ugyanis a nálam megjelenő klienseknek a jelentős része úgy érkezik, hogy nincsen házassági szerződése. Azt kell, hogy mondjam, durván olyan 50-ből, ha egy érkezett úgy, hogy volt házassági szerződése. Nyilván ezt azért lehet különböző oldalakról közelíteni, mert amikor megválásra kerül sor, akkor gyakran azt kapja, na látod, kisfiam, ezért kellett kötni. De valóban az is benne van, mintha már eleve arra készülnénk, hogy majd el is fogunk válni. Alapvetően úgy gondolom, hogy egy párkapcsolat akkor tud igazán jól kibontakozni, hogyha megvan az a bizalom, amire a felek egy bázist tudnak építeni, és az akkor tulajdonképpen jól működik.
Vagyoni kérdések viszont egyébként elég gyakorta megjelennek. Mint kiváltók, vagy válásnak az nem, a hozzám forduló felek, ugye, nagyon az él a köztudatban, hogyha válásra kerülsz, akkor vagyoni kérdésekről lesz szó. Viszont nem erről van szó. A házasság felbontásával együtt vagyoni kérdéseket nem is lehet tárgyalni. Tehát ugyanabban az eljárásban a bíróság csak a házasság felbontásához kapcsolódó kérdésekről határoz. Nyilván meg lehet egyezni ugyanúgy akár mediátornál is a vagyonjogi kérdésekről, de az egy külön eljárás keretében történik. Ugye pont azért alkott ezt így meg a jogalkotó, hogy mondjuk a házasság felbontása ne tartson olyan hosszú ideig, mert mondjuk abban már rég megegyeztek volna, de a vagyonjogi kérdéseket pedig nem tudták rendezni. Menjünk vissza egy kicsit a gyakorlatra, amikor megjelennek nálad a felek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy döntés, hogyha valaki el tudja dönteni, hogy még mindig, hiszen ez arról szól, hogy meg akarja menteni a házasságát, a családját. Amikor megjelent nálad, említetted, hogy két külön beszélgetésről van szó. Ez durván egy másfél órás, tehát egy nagyon, nagyon komoly és hosszú beszélgetés, és ennek folyamán, amikor találkozol a felekkel, akkor egy visszafogottsággal, majd egy oldódással találkozol. El tud ez durvulni, tehát időnként kellemetlen talán neked is az, hogy a másiknak a, hogy mondjam, csak nem túl jó színbe feltüntetéséggel megy a dolog? Igen, tehát egy órás beszélgetés, jellemzően egy egyórás beszélgetésről van szó egyébként. Az a tapasztalatom, hogy mindig nyilván egy tájékoztatással kezdek, hogy tényleg megalapozott döntést tudjanak hozni a felek arról, hogy a válási kérdésekben tulajdonképpen mi is lehet a számukra elfogadható megállapodás. Nagyon fontos az is, hogy titoktartási kötelezettség terhel, tehát amit ott a mediáció során velem közölnek, én az harmadik félnek nem adhatom ki. Amikor ezen a tájékoztatáson túl vagyunk, akkor térünk rá tulajdonképpen arra, hogy a fél elmondja, hogy ő saját maga hogy látja. Itt azért beszámol arról, hogy megítélése szerint milyen okok vezettek a házasságnak a megromlásához. Amikor viszont már itt tartunk, akkor nagyon kicsi az, bár volt olyan is, hogy válási mediációnak indult a történet, és lett belőle egy párkapcsolati, van ilyen happy endes történet is, de azért a válásoknak tényleg válás a vége. Visszatérve az egyórás beszélgetésbe, tehát akkor elmondja a kliens, hogy látja az idevezető okokat, és felszabadultabban tud beszélni azokról a kérdésekről, amik foglalkoztatják. Nyilván a függetlenségemet és a pártatlanságomat úgy tudom biztosítani, hogy ugyanilyen beszélgetésre a másik féllel is sor kerül, így egyenlítődik ki a mérlegnek a két oldala, és amikor ezen túl vagyunk, itt még mindig van egy döntési lehetőségük. Ha ez számukra tényleg elfogadható, belátják azt, hogy ez a válásnak egy humánusabb, emberségesebb, és nem utolsó sorban gyorsabb és jóval költségkímélőbb módja, ha ezt el tudják fogadni, akkor közösen választunk egy időpontot, és akkor kerül sor az úgynevezett mediációs ülésre. Ez egy maximum 3 órási időtartamú megbeszélés, ahol konkrétan azokat a kérdéseket dolgozzuk fel, amik a megegyezéshez szükségesek. Rád, így az 1 óra elteltével, vagy a 3 óra elteltével egy jóságos megfejtőként, egy atyai jó barátként is tekintenek? Tőled várják a megoldást? Tőled várják azokat a szavakat elhangozni, amit ők szívesen kimondanának? Helyettük kell talán beszélned időnként? Én folyamatosan arra törekszem, ugye, mint mediátor, tanácsot nem adhatok. Ha ebbe a hibába esnék, ugyanis abban a pillanatban megbomlana az egyensúly, hiszen az egyik félnek adom a tanácsot, akkor a másik úgy érezheti, hogy átálltam a másik oldalra. Amit viszont mindenféleképpen szoktam közölni, hogy jó döntést hoztak. Akkor, amikor azt mondták, hogy tisztelik annyira a másikat, hogy egy emberséges eljárás keretében vetnek véget tulajdonképpen a kapcsolatuknak, és ha megnézem, a
mediátornál kötött megállapodás az a bíróságon teljes értékűen használható. Maga a polgári törvénykönyv rendelkezik, lehetőséget ad a feleknek arra, hogy mediátorhoz menjenek, és így viszonylag gyorsan és emberségesen valóban le tudják zárni a kapcsolatukat. A kapcsolat lezárásáról beszélsz. Mi viszont itt most a család és karrier pontban ülünk, és ugye az elején említettem, közepén említettem, és most is említem, hogy azért szerencsés ez a beszélgetés, hogy ne kelljen majd veled beszélgetni. Elnézést, hogy ellened beszélek, de talán tanácsot tudunk valójában adni a te segítségeddel, hogy vagy ne kerüljön ilyen sor, vagy akkor normális emberi körülmények között. Mi az öröm számodra? Mi a szakmai siker számodra? És milyen sikerekről tudsz beszámolni itt az elmúlt időszakban? Ahogy említettem, alapvetően párkapcsolat párti vagyok, és házasság megóvó párti vagyok. Tehát az nyilván az én szívemet is melegséggel tölti el, hogyha onnan tőlem mosolygós emberek távoznak, abban a reményben, sőt abban a hitben, hogy van bennük annyi erőforrás, hogy rendezni tudják a kapcsolatokat. Nyilván a mediációra, a konfliktus kezelése nem csak párkapcsolatban, gyakorta jönnek hozzám kamasz gyerekek szüleikkel való kapcsolat problémákkal. És ott is nagyon-nagyon hatékony tud lenni. Nagyon, az tényleg egy nagyon kellemes visszajelzés, amikor mosolygós arcú gyerek és reményteli szülő tud együttesen elmenni tőlem. Valamiért azt gondolom, hogy az utóbbi formula a nehezebb. Tehát amikor a gyerek és a szülő talán nehezebb, mint amikor két felnőtt, nem? Van egy határozott álláspontom a gyerekeket illetően. Akár milyen korú gyerekről beszélünk, mi felnőttek, azzal a felelősséggel tartozunk, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy tekintsük egyenrangú félként a gyerekeket. Nyilvánvaló, most nem arra gondolok, hogy egy gyerek veszélyben van, akkor ne lenne kutya kötelességünk megóvni ezektől a veszélyektől, de ettől függetlenül az már igen, hogy egyenrangú félként nézek a saját gyerekemre, nem egy alá-fölé rendeltségi viszonyt alakítok ki, hiszen ez majdan a párkapcsolataira, meg minden egyéb emberi kapcsolatára ki fog hatni, tulajdonképpen egyfajta vitakultúrát tud elsajátítani, tudja az, bízni fog a másik emberben, mert tudja, hogy meg fogják hallgatni. Tehát én azt mondom, hogy én gyerekekkel könnyebben dolgozom, és nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak, még a sokak által nehéz kamaszkorúaknak nevezettek esetében is tényleg nagyon szívmelengető történeteket éltem át. Ezt nagyon-nagyon nagy örömmel hallom. Igen. Hiszen úgy gondolom, hogy az egyik legnehezebb dolog, és most megint visszautalok a bezártságra, hogy azok a kamaszok, a gimnazista korosztály, aki ugye az iskolai végéig gyakorlatilag nem lehetett együtt a saját korosztályával, hanem a szülőkkel volt kénytelen, csúnya ilyet mondani, de ki kell mondanunk, volt kénytelen napi 24 órában együtt lenni, bizony olyan konfliktusok előjöttek, hogy az valami szédületes. És talán még rosszabb, hogy ezek a konfliktusok bent ragadtak, bennük ragadtak. Egyetlen egy nagyon fontos szó az, ami sok mindent meg tud oldani, ez a kommunikáció. A beszéljünk egymásról, beszéljünk magunkról, beszéljünk egymással. Tehát a mi történt a suliban, semmi, ott nem szabad befejezni. Mi történt a munkahelyeden, semmi, ott ne fejezzük be. Igen, ez egy nehéz kérdés. Nagyon fontos szerepe van az emberek közötti kapcsolatban a kommunikációnak. Viszont nem ez az egyetlen formája annak, hogy a másik emberrel kapcsolatot tudjak teremteni. Annak, hogy a gyerek nagyon sok alkalom után mindig csak azt válaszolja, hogy semmi nem volt a suliba, annak azért vannak előzményei. Nagyon szolgálmazom, és ahol tudok, mindig beszélek a nyílt kommunikációnak a lehetőségéről, amit sajnos
de tanulni kell. Ami alatt azt értem, hogy az ember beszélhessen úgy a véleményéről, hogy ne attól kelljen tartania, hogy vajon a másik mit szól hozzá. Ha meghallja a másik mondjuk az ő kijelentését, akkor nem egy kritikában fogja részesíteni, hanem megkérdezi, hogy miért is gondolod így, vagy ez hogyan alakult ki, hogy te erre az álláspontra jutottál. És itt meg tud indulni egyfajta kommunikáció. Ez egyébként magát az odafigyelést, egymásra figyelést, magát a jelenlétet, hogy itt vagyok neked, ezt erősíti. Mert amikor úgy kérdezem meg a gyerektől, hogy mi volt az iskolában, hogy közben a telefonomat lapozgatom, a gyerek is azt fogja érezni, hogy igazából ez csak egy formaság. Nem vagyok ott neki, nem vagyok jelen neki. Viszont ha erre tudok figyelni, hogy, és nyilván ez nem csak gyermek és szülő relációban, hanem akármilyen emberi kapcsolatnál így van. Ha ott tudok lenni és jelen tudok lenni, akkor már nagyon sokat tettem. Azt mondtad, hogy minta, és most nagyon örülök, hogy elmondtad ezt a tapasztalatodat, mert hogyha a gyermek tényleg ezt látja, akkor a későbbiek folyamán nyilván egy egészen másfajta kapcsolata lesz a későbbi házastársal, az egymás mellé rendeltséget másképp fogja venni, az egymásra figyelést másképp fogja venni, minden bizonnyal és megértőbb lesz. Beszéltünk itt a házasság témájáról, beszéltünk a gyerek és a szülő témájáról, és az elején ugye említettük, hogy sajnos március óta egyre jobban, egyre többször előjön, esetlegesen a munkahelyi konfliktus, a munkahelyi probléma. Itt azért időnként van, úgyhogy bár nem biztos, hogy súlyosabb, hiszen itt egy szervezettel, lehet, hogy azon belül egy főnökkel, egy személlyel van a konfliktus, de egy szervezettel, és egy valamelyest alárendelt, hiszen egy alkalmazottról van szó, általában ről van szó, mintha nem azonos lenne a súlycsoport. Mennyi ebből a te tapasztalatod, mennyi jelentkeznek, igénylik az emberek, és vajon, mivel itt nagy az eltérés az ellentétes felek között, van-e mód mediációra? A mediációnak az egyik fajtája tulajdonképpen a munkahelyi, sőt mondhatnám azt is, hogy az üzleti életre vonatkozó mediáció. Nyilván itt is konfliktusról van szó, amit valamilyen formában meg kellene oldani. Lehetőség szerint úgy, hogy az mindkét fél számára egy elég jó és elfogadható megállapodás szülessen meg. Ennek ellenére egyébként a gazdasági szektorból, munka frontjáról kevés megkeresés érkezik. Pedig ugye mi lehet a háttere? Ez nyilván felmerülő kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy meghatározza az ehhez való hozzáállás, hogy milyen vállalati kultúrát alakítottak ki. Hiszen magát, a vállalatot is ugye az egyének alkotják, és az ő szellemiségük valamilyen szinten visszatükröződik. Nagy felelőssége van, én úgy gondolom, ezen a fronton a vezetőknek, tudva azt is, hogy azért egy gazdasági szereplőnek rendkívül sok feladata van, ami időigényes, de azt gondolom, hogy egy magára valamit adó munkaadó, annak erre is kell figyelni, hogy tulajdonképpen úgy vigyék a jó hírét, hogy ha volt is vita, azt normálisan, kulturáltan, korrekte, emberhez méltóan tudták rendezni. Kevésbé főnök legyen az illető, mint inkább vezető. Így van. Ezt sokan összekeverik, ezt a két fogalmat, én úgy gondolom, és ez nem mindegy. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Lehet, hogy újra azt kell mondanom, hogy kicsit furcsa, hogy egy család és karrier pont témával foglalkozó, vagy családdal foglalkozó műsorban családok felbomlásáról beszéltünk. De hogy ne vezessen idáig a dolog, illetve hogy a mindennapi életben tudjunk egymásra segíteni, úgy gondolom, hogy a te munkád, illetve a mediátor társaid munkája nagyon-nagyon fontos. Mitől lesz valaki mediátor? Hiszen ezt viszonylag azért újnak nevezhetjük ezt a lágát a segítségnek. Ugye itt azért van egyfajta kettősség. Az állami szinten, jogalkotás szintjén már régóta tartó tulajdonképpen elképzelés az, hogy a különböző nehézkes, pénzigényes és időigényes jogi procedúrákat valamilyen alternatív módon lehessen kiváltani.
a közvetítőkről, mediátorokról szóló törvény 2002 óta hatályban van. Tehát tulajdonképpen azóta intézményesült formában ez működhet. Ugye ennek ellenére mégis kapcsolódik hozzá egyfajta olyan ködbeveszettség. Kevésbé ismerik az emberek. Ugye én jogász is vagyok, és ugye felmerülhet a kérdés, hogy egy jogász miért megy el inkább mediátornak. Azért, mert számomra sokkal fontosabb ezeknek a dolgoknak az emberi oldala, és úgy gondolom, hogy itt többet tudok segíteni. Hát nem egy olyan eljárás végződik, ahol a bíró kimondja az ítéletet. És ugye tulajdonképpen a bíró egy külső hatalmasság, döntött két félnek a dolgáról. És még a pernyertes fél is rossz ízzel jön ki. Nem kevésszer mondják ügyvéd kollégák azt, hogy az ítélethozatal után még mennek hozzá vissza az ügyfelek, mert hogy nem tudják végrehajtani a dolgot. Azt, amit mi vitásfelek magunk döntünk el, ahhoz egész másként viszonyulunk, mint amikor egy külső, harmadik fél, egy hatalmasság dönt a saját dolgunkról. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Újra azt mondom, hogy nem szerencsés, hogyha szükség van ilyenre, de ha mégis, akkor ti sokkal jobb megoldás vagytok, mint egy jogi út, sokkal jobb megoldás vagy, mint sokáig élni rosszba vagy problémával. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Én is köszönöm a lehetőséget. Vendégem dr. Horváth Lőrinc volt, mediátor, jogász, akivel remélem, hogy segít tudtunk önöknek is. Köszönöm a figyelmüket.